Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk egy kamionban gyerekek, egy Volvo kamionban. És itt a Volvónál most van egy ilyen kis hungarokamionos kamionos találkozó. Mindjárt mutatok nektek egy-két ilyen retro hungarokamionos kamiont. Ez azért nagyon-nagyon fontos a mi számunkra, hiszen a családban volt hungarokamionos, például a faterom tekintetében, tehát alapvetően ezért jöttünk ki. Nekem ugye a kamionos élet az nem áll túl közel hozzám, ugye maga a közlekedés igen, de a kamionozás az annyira nem. Viszont azért engem annyira érdekel, persze, hogy életemben nem voltam még kamionba 28 éves korom ellenére, úgyhogy nézzünk egy kicsit körbe itt. Közben a háttérben láthatjátok, hogy a találkozón az emberek nézelődnek. Most kezdődött, úgyhogy talán még nincsenek olyan sokan. Elég tágas a tér egyébként, itt mögöttem egy kis ágyikó is van, itt lehet ugye álomra hajtani a fejet, hogyha este lepihen ugye az egész nap keményen hajtó kamionos. Hát ugye egy pár kamionos követek azért a YouTube-on, ugye talán a leghíresebb közülük az SD22 Lacika, de például Borsodi Ádám, úgyhogy most kicsit együtt érzek veled, Ádám, hogy milyen lehet. Bár az, hogy milyen lehet huzamosabb távon egy ilyenbe élni, úgymond az életet, azt nem tudom. Közben azért szépen lassan mutatom nektek az egész kamiont, hogy lássátok. Hatalmas kormány, hatalmas ablak és egyébként hatalmas tér, tehát nagyon kényelmes, bár azért ebbe élni az életet alapvetően nem gondolom, hogy az annyira kényelmes lenne, de nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon kultúrált kamionról beszélünk. Mindjárt megmutatom nektek kívülről is, meg úgy az egész helyszínt. Úgyhogy nagyon érdemel, nem fog tudni mit mondani, mert ugye nem áll hozzám ez nagyon közel, csak ilyen teljes mértékben laikus érdeklődőként jöttünk most ide ki, vagyis hát legalábbis az én személyemben jöttem ki. No, láthatjátok most innen lentről is, hogy milyen robosztus, és azért 196 cm magas vagyok, srácok, és hát az én fejem búbja az most itt van, itt lentről, tehát azért ezt így kell képzelni, hogy itt ez majdnem 2 méter idáig. Hát ugye csak magamból kiindulva. És ugye ez egy másik autó, mint amiben az előbb voltunk, azt láthatjátok, mert le van fóliázva az ülés, bár francia tudja, hogy emlékeztek-e, hogy milyen volt az ülés. Ja. Meg... Hát franc se tudja, gyerekek, mert abba voltunk az előbb. Én nem is tudom, hogy a kettő. Szerintem ez egy kicsit... Ja, igen, ez egy kicsit más abszolút. Hát ennyire értek én a kamionokhoz, srácok. Egy önmagában egyébként baromi jó. Tehát, hogy így hatalmas feeling egy ilyenbe lenni, mert meg sosem próbáltam. Szóval ilyen teljesen hülye gyerek módban nézelődök most itt. Úgyhogy nagy szakmai tudást ne várjatok tőlem. Életemben először videózok egyáltalán kamionokról, meg vagyok ilyen helyszínen, ugye közben mutatom a területet. Mindjárt megnézzünk még egy-két dolgot mindenképpen, csak ugye szerintem a legizgalmasabb, mint tényleg, mint egy gyerek, hogy beugorjon egy ilyenbe. Itt a műszerfal, a kormány nagyon, nagyon kellemes tapintású egyébként. És hát ugye itt nyilván Volvo kamionokkal fogunk találkozni, hiszen ez egy Volvos rendezvény, tehát ugye itt vagyunk egyébként a Cinkotai buszgarázs mellett. Nehéz ezzel a kamerával felsétálgatni. Ja. No, srácok, hát így néz ki a régebbi. Ez már egy öreg darab, majd egyébként meg fogjuk nézni most már a papírokat, mert észrevettem, hogy csak kiszúrt a szememet. De természetesen ki vannak téve, hogy mi milyen. Ennek ilyen a műszerfala, hát már érezhető rajta, hogy
ez nem 5 kilométert ment már életébe. Mögöttünk az ágyik volt, igazából az elrendezés az ugyanaz, csak ugye maga a modernizáció. No, láthatjátok, hogy 99-es, tehát ez most már 21 éves. Így néz ki kívülről. Ugye az előbb abban a kékben voltunk, abban voltam először, az egy FH42T, de például én alig látok különbséget, de ez mégis már más, mert ez meg a 62, FH62PT, és ez meg, amiben voltunk ugye most másodjára, ez meg a FH42T. Hát akkor nagy különbség nincs. Pedig belül más volt, tehát akkor ugyanabba voltunk igazából, de belül nekem úgy teljesen másnak tűnt igazából. Na hát ennyit értek hozzá igazából.